Balaton is the largest lake in Central Europe. A popular tourist destination throughout the summer, the locals have it all to themselves in the winter. Reed belts stretch along the water for kilometers and are a home for many bird species. This is where the Hungarian reed comes from. White cabbage is a common winter vegetable, and as sauerkraut, it's popular in salads. Dödölle are Hungarian potato dumplings. László Hüse is a reed harvester at Lake Balaton. Winter time is harvest time. Már szerintem olyan 25 éve intenzíven nádas járó vagyok. Imádom a nádas. László's wife, Mariann, makes her own sauerkraut, pickled cabbage. Eleinte én is csak így kezdtem a hordóba állva, de most már a káposztagyalulást is és a fűszerezést is bevállalom. It's 6 o'clock in the morning in the reef belt of Balaton. It's the middle of January and the winter frost has set in. The reed cutters have been waiting for the ice for 2 months. They need it so their heavy vehicles can traverse the muddy ground. Time is of the essence for László Hüse and his men. Hát most nem hagyunk egy napot sem. Amikor lehet menni, megyünk. Este későig. Aztán meglátjuk, milyen, hogy haladunk. És akkor lehet, hogy februárban még beállítunk egy éjszakai műszakot, hogy éjjel is, amit tudunk még kihozni. Almost 400 hectares of reeds grow around Lake Balaton. Such expansive wetlands are now a rarity in Europe, and the entire reed bed is a protected area. The plants are cut and bundled with machines. The sheaves are then passed along by hand. Three men outside, the boss inside the driver's cabin. És vagyok én, aki itt bekapcsolja a fűtést, és vezetem a gépet. The stalk is hardened by the frost and the wind and loses its leaves. The milder the winter, the later the harvest begins. The men still have 1 month to harvest enough reeds for the entire year. After that, the national parks once again belong only to the birds. North of the Balaton, the countryside becomes hilly. Time seems to stand still in the small villages. László and his family live away from the tourist areas. In the winter months, white cabbage sets the tone in the kitchen. És utána le fogjuk gyalulni. Most megmutatom először, hogy hogy kell fogni, mert ez egy nagyon éles dolog. Fogom ezt a gyalut, meg a káposztát, és így végighúzom rajta. Igen. Akkor most kipróbálod te. Most families pickle their own sauerkraut, and all of them are convinced that their recipe is the best. Mariann is teaching David. Miért akar meg néha? Azért, mert nem elég ügyesen húzod, mert egy mozdulattal kell végig tolni az egészen. Ez az, hallod, hogy végigfut az egész káposztán. Ráéreztél. Ez az, most a jó. Az én életemben a legfontosabb a Laci. Aztán jön a káposzta. Szeretem mostantól, mert eddig nem ettem káposztát. És akkor így lemossuk a szappant róla. After grating, jó. The cabbage is mashed. Meleget. Meleg víz, persze. Mariann takes a handful of salt, and on top goes the bowl of cabbage. She then adds bay leaves, pepper, mustard corns, and cumin, her own special recipe.
Úgy, sarkadat tedd ki a széléig, ide egészen told neki a sarkadat. Úgy, most ebbe az irányba gyere, ebbe, így. Nagyon jó. Látod, érzed, hogy jön már föl a leve? As a child, Mariann mashed sauerkraut for her whole extended family. Small feet fit into the barrel perfectly. Azért kell taposni, hogy a káposzta jól összetömörödjön, és megerjedjen, megforjon, ne megromoljon. És az fontos, hogy ne legyen közte levegő. At the end, the barrel is covered and the lid weighed down with a heavy stone. Now it rests in a cool place for 3 to 6 weeks. Mariann is using the first sauerkraut of the winter to make a salad with onions, paprika powder, and pumpkin seed oil. It's eaten as a starter or with bread and meat. Tiszta szójék, kapaszkodjanak! László navigates the marsh carefully as it holds plenty of unwelcome surprises. Here, in the middle of nowhere, bombs were dropped to destroy other explosive devices at the end of the Second World War. The meter-wide craters are still lurking under the surface. Amikor én megvettem ezt a gépet, ugye, és azt hittem majd, hogy én majd csak így megyek és vágom a nádat, mindjárt az első nap megfogtam egy bombatölcsért. Úgy, ahogy volt, belevorultunk a gépestől, mindenestől a tölcsérbe. Vagy a szélvédőt rugom ki, vagy kihúz egy másik gép. Szóval azért ez brutális volt. Ettől szörnyűbb nem kell. The reed cutters only have 6 hours of sunlight to do a day's work. The machine goes in several times a day, with short breaks in between. Out here, the men are amongst themselves. Lőnek itt, nem szabad lenni sokáig. Ez a férfi munka. Ja, ez nem női munka. Hazaérünk, eszünk, lefújt. Hát fürdés, evés, almás. Na, meg nem mindenki bírja. Nem, sokan meg elmenekülnek. Jébe feladnál. 3 napoztam, a többet nem jön. Akkor mérges a Laci. De keresett többen, másik ember. It's not only for roof thatch that the reeds are used. In small workshops, reed mats are woven from it. És akkor a 120-as után miért kell csinálni? The material is laid in the opening, stalk by stalk. The weaving chairs work like a sewing machine. Instead of threads, the stalks are stitched together by wire. Marika Chabani and her co-workers are pleased that things are moving again. Az ősszel már nem volt nád, és még nagyon sokáig rendeltek volna a tüzépök, de sajnos nem lehetett kielégíteni, mert nem volt miből szőni. Véges a teljesítménye a gépnek. Ezt nem lehet gyorsítani, nem lehet lassítani, ez abban monoton hangon megy tovább, szóval itt ez idő kell neki. Tegnap Dáviddal készítettünk savanyú káposztát. The weaving workshop is on the family farm, and Mariann comes by often. Az első próbálkozást. Nagyon finom. Ez a savanyú káposzta. Egy kis hagyma, piros paprika és tökmagolaj. Hát ez nagyon finom, de figyelj, de Dávid, ha te ezt tudod már taposni, akkor ha Marika néni mökér téged, eljössz hozzánk és segítesz nekem taposni? In the community hall, several women are revolutionizing the eating traditions of the locals. Instead of pork and fast food, they are serving apple crisps and rosehip mousse. Erzsike and Henny's culinary endeavors have also infected Mariann. The dried rosehips are soaked overnight and cooked. Then they're pureed.
arra, és közben vissza. Visszafele is, mert igen, akkor könnyebben lemegy. Jó, csinálom. Úgy, és akkor most mehet. Ez sok munka azért a kis finomságért. Meg kell dolgozni érte. Meg. Hát, jó melós ez. Jó karizom erősítő. Van ebben a tálban mellette valami? Meg, nézzük, nézzük meg. Nézzük meg, mert ezt én nem... Nézz, csak lát. Hú, mennyi van belőle már. Ugye lehet szeptember végétől szedni, de általában akkor a legjobb, hogyha már megcsípte a dér. Akkor elvileg a legjobb. De előtte, hogyha előtte szedik, állítólag sok benne a C-vitamin, tehát több benne, több megmarad benne, és akkor sokkal egészségesebb. There are tiny hairs in the rose hips that irritate the skin, which is why the mousse has to be finely sieved, easier with a little water. Mikor már nem akar átmenni rajta sem ennyi, akkor... Igen. Már igen, akkor igen. Igen. Itt látod, vannak benne még olyanok, amik biztos, hogy nem fognak átmenni rajta. Ebbe kell cukor. Nagyon fanyar? Igen. Na, neked milyen? Neked is nagyon fanyar? Fanyar. Fanyar? Cukor. Cukorra sokkal finomabb. Na, jó. The mousse can be eaten as a spread or used to spice game meat. When it's cooked with sugar, the excess water evaporates. The reeds in the vast expanse of the belt mature at different speeds. László only has a few weeks to harvest 800 hectares. His father, Zoltán Hüse, was also a reed cutter. The two determine the best place to cut tomorrow. A leveleket, még maradt rajta a levélek, kevés, de annak jó minőségű nád. Jó, meg vékony szarom. Itt ez? Ez nagyon jó. Ez meg még szinte majdnem tömör is, tám. Mint a veszély. Aha. És ez a jó. Ilyen vastag a fala. Igen. Szuper. Most meg még, ha lesz ez a párnapos fagy, akkor megyünk, mert amar terület még nagyobb vizem van, nem? Az nagy vizem van. És arra meg kell, hogyha hideg volt, azt kell kihagyni. Akkor még ezt kell itt hagyni majd a végén, azt a nagy vizit vágni. Ha olyan fagy. Hát ha lefagy, együnk át. Át kell menni akkor oda. At the edge of the field, the cut reed is sorted and cleaned. The short stalks are for roofing. The long ones go to the workshop. László's son, Gergő, still goes to school and can only help on the weekends. Today, he's learning how to shake the leaves and sedge from the reeds. Engedd így a kezelet, és így ölel, olmit ölelni. A tapa ezzel kezdte annó, mikor, hát még fiatalabb volt, mint én. Én már akkor kezdte. Hogyan tovább? Villa, gyertek. Ilyenkor a villa azért van, hogy forgatod a villával a nád, itt a kezed. Hajtod, addig hajtod, még nem látod, hogy tiszta a nád. Forgassod a villával a nád, így. Így forgassál rá, hogy könnyebb, mint a tartanád. De közben innen ne engedd ki a nád. Most ahhoz képest, hogy elsőnét csinálja, előttébben nagyon jól csinálja. Figyelj. Nehéz. El tudnám képzelni, hogy osztályozom a nádat, de többet látok magamban már, mint hogy tovább szeretnék menni ebbe az egészbe. Nem ne ragadni az osztályozásnál. László likes to hunt and is preparing a speciality for his family and his workers. Goulash with wild game. Marika is like a member of the family. She used to be a cook and helps him prepare it. Nem baj, a hagymát nem sajnáljuk belőle, mert az nagyon kell. A vadnál szinte lehetetlen ezt túlozni. Igen.
biztos szaftos lesz. Ez biztosan. Ezt szabad meg, Marika. Ugye azt tudni kell, hogy én nagyon sokat dolgoztam külföldön, és kollégák közül nem sokan tudtak főzni, sőt, úgy mondanám, hogy senki. Viszont hónapokig szendvicsen élni, az nem egészséges, és nem is lehet. És én akkor így bevállaltam ezt a szerepet, hogy akkor most én neki állok főzni, én leszek a konyha tündér. Naturally, László's first dish is goulash. One onion per kilo of meat is added to pork fat. The salt makes it go glassy quicker. Te hol tanultál főzni, nem? Meanwhile, Marika is tending to the dessert. Homemade cottage cheese becomes turongombots, a curd cheese and dough ball. In Hungary, it's made from grainy cottage cheese. The goulash simmers for 3 hours on a low flame, which is how long it takes for the wild game to release its flavors. László adds oregano, paprika, and cumin. Jó fűszeres. Marika's dough needs plenty of semolina, flour and sugar, so the turongombots are light and fluffy. A magyar étel az akár a turongombot, akár a pörköltbe, különleges fűszerek vannak, és egy helybe készül, szóval más ízünk, mint amit külföldön csinálnak. Nekünk más a ízvilágunk. Marika makes plum-sized balls from the dough and cooks them in salt water. As soon as they float, they're ready. Jó, ez is mindjárt jó lesz. Mi van, ami lenn is van az alján. Ilyenkor dagad a gríz benne. Olyan szépen forognak benne, fordítja saját magát a meleg víz. Marika tries the first one before the guests arrive. És egyforma, lukacsos. Tessék megnézni, biztos jó. Borjú pörkölt. Laci főzte. Jó étvágyat, mindenki szerintem. Az. Spätzle, pasta dumplings are served alongside the goulash. The balls have been coated with roasted breadcrumbs and are served with a dash of cream. Hat nap és már fele megvan. Úgyhogy, ha így haladunk, az időjárás kedvez, akkor február 28-ra... De most már majd fog olvadni. Most ez már nagyon jó. És így február 28-ra is tudunk végezni. Ha az időjárás nem fog még viccelni. De biztos is. Megrendeltem neked a jó időt, úgyhogy február 28. The ice is solid. This is what grandfather Zoltán and grandson David have been waiting for. Minden mozdulatra vigyázni kell, és ha valaki megfújtik, ha ne tagja magát, aztán vége. Oda megy, be tudnám menni. Megpróbáljuk. Hát ott majd jövök elég. Meg lehet ott megállni. Itt áll. Zoltán is passionate about fishing. This thin layer of ice isn't going to stop him. Lake Balaton is only 3 meters deep on average. It only takes a few degrees below zero for it to freeze over entirely. Na már két is szakadt. Oldala. Úgy. Na most megkaptunk egy lukat, amiben horgászhatunk. Ilyennel szoktam horgászni. There are plenty of fish in the lake. In the winter, it's possible to catch pike, catfish, and pike perch. Megvárjuk szépen, hogy hát mikor mozog, akkor van rajta hal. Még bele pillézik a vízre. Érted? Ez türelem kell. A horgászat ez egy teljes mértékben kikapcsolódás és egy nyugalmat.
Hát meg aztán ember fantázia van. Mikor az ember megfog egy halat, ott mire kiveszi, birkózik vele, csak hát ez bérni kell a hideget. Azért szoktunk inni a borostaját. Húzd ki, papa, húzd ki! Úgy, így, lefele, elmenekül, elmenek, azaz! Éjjjá, ez igen, amúgy se úgy szabad megfogni, egy kicsit így függőlegesen tartjuk. Nem lapát, háló, így. In the community hall, a poor people's dish is being made. Onions and potatoes, nothing more is needed for the Dödölle. It was once a typical meal for the farmers after a day's work in the fields. The potatoes are mashed in the water and mixed with flour over heat. Salt is added. És szeretnéd megpróbálni? Kipróbálom. Na, gyere, próbáljad meg. Gyere, én addig segítem. It's stirred until the mash is firm and no longer lumpy. Egyedül kavargatni, így felváltva, így ez így nagyon nehéz. It's hard work. Lányok, készen vagyunk. Jöhettek, gyertek. Galuskázzunk. Now the sticky mash is formed into small crescent balls. There are different techniques for doing this. Sütni, főzni. Igen. És akkor megmutassam, hogyha két kanállal csináljuk, hogy csináljuk. Mind a kettőt belemártjuk az olajba, és akkor kivesszük az egyiket, és akkor a másikba beletesszük, és így formázzuk. És akkor nem használjuk a tenyerünket. Úgy legközelebb ők már egyedül fogják készíteni. Én biztosan ki fogom próbálni. Formázni könnyebb, mint keverni. Kicsit ragacsos, de jó. Ilyet nem mondom. The balls are fried in hot oil until they're golden brown, though they can also be oven baked. Dödölle are eaten with cooked onions and sour cream, and taste best out on the field. At sub-zero temperatures, the team is carrying on its work in the reeds. Almost 100,000 sheaves have been harvested, and László can finally load the first reeds. Most erre? Ide. Látod? Figyelj! Itt vagyok fönt, látod? Ide lelépek, itt van egy gödörem. Megpróbálom a fiamat megtanítani, hogy kell egy teherautót normálisan megrakni, hogy ne 300 kv-vel menjünk be, hanem az legyen megrakva becsületesen. Hát erre már nagyon régóta várok. Csodálatos érzés. Ilyenkor azért már az ember látja, hogy volt értelme a munkának. Mariann has a surprise for the men. Lehet, hogy valaki jó lenne, ha segítene. Segítenél? Persze. Ha megtanít, hogy leveszed a tetejét. Hoztam hozzá egy kis tejfölt. Finom. Finom lesz? Nagyon finom. Örülök, hogy ízlik. Lesz egy még. The men have brought in one quarter of the harvest. The first buyers are coming in the next few days to inspect the reeds. Dödöllét? Én még soha nem főztem dödöllét, ez az első. De nagyon finom lett. Jó lett? Első osztály, jó.
Honnan tudod, mikor két éve nem ettél? Nem is emlékszel rá, hogy az milyen volt? Nem emlékszek rá. És ti is így hagymával, meg tejföllel eszitek? Hát, tejföl az nem. Tejföllel nem, de hagymással? Uh-huh. És inkább főételnek, vagy köretnek szoktátok el? Főételnek is. Hallod, miért így erősek vagyunk? Nem lenni a kamera, még a portalhalk is azt ne tüzeljétek el, mert ajándék volt, hogy szépen lehessen föltállalni a jó ételeket.